Ezek a makói lombkorona sétány beton tartó oszlopai. Ha elkészül az építmény, majd 10 méter magasban a fák lombjaik között sétálhatunk a makói marosparton. A tartó oszlopok már kiemelkedtek a földből, ahogy látszik, tavaszra elkészülhet az egész. A turisztikailag vonzó építmény egyedivé és különlegessé teszi a természetben tett sétánkat. A lombok magasságában szemlélhetjük a marosparti táj szépségeit, a természetvédelmi terület növény- és állatvilágát. A magasban nem csak a látvány lesz különleges, de az adrenalin fokozó élmény is. Egy 20 méter magas kilátó is készül. A lombkorona sétány közel 220 millió forintból csaknem 170 milliós uniós pályázati támogatással készül el. Kivitelezője a Bodrogi Bau Kft., ami a Makói iskola Hold utcai épületén dolgozott, most az Erdélyi Püspök utcai új óvodát is ők készítik. A lombkorona sétány határon átnyúló együttműködésben épül a romániai Perjámussal, ahol egy oktatási központ fog épülni a projekt részeként. A sétány 200 méter hosszú lesz és 18 vasbeton oszlopon áll majd. Kalandelemek és ügyességi játékok is lesznek benne.